A babakészítés különböző korszakaira, illetve kultúráira csodálkozhatnak rá, akik a Város Művelődési Ház ingyenesen látogatható babakiállítását tekintik meg Nyíregyházán. Itt például Mátyás király fogadja a pápai követeket, ami korán sem egy tipikus játékszituáció, igaz készítőjük nem is ezért alkotta meg ezeket a babákat. Az egyedi tárlatot Demeterné Fóris Anita álmodta meg, mert úgy gondolta, a babák sajátos hidat képeznek a különböző generációk között, ideértve a három kiállítót is. Szatmári Istvánné borikát, aranykoszorús babakészítő mestert, Májárné kéki katalin porcelánbaba valamint támba virág gyűjtőt. Ez az ötlet onnan jött, hogy mindig nagyon szerettem a babákat. Kiskoromban, Kislánykoromban is sokat babáztam, illetve hogy született egy gyönyörű szép lányom, általa tovább csodálhattam a babák mesés, és varázslatos világát és azt vettem észre, hogy milyen sokat változtak a korbabái, mint textúrájukban, méretükben, stílusukban, és azért jött ez a kiállítás ötlet, hogy egy kiállításon belül több korbabáit is egy teremben kiállítsunk, és hogy ha körben néztek, majd én meglátjátok, hogy... Milyen jól megférnek ezek a babák egymás mellett? Ezek az élethű babák főként Németországból és Hollandiából származnak. Készítőik a szakmában elismert babakészítőnek számítanak. Minden baba számozott egyedi, ami azt jelenti, hogy ezek nem sorozatgyártással készültek, hanem mindössze néhány vagy épp csak egyetlen darab létezik belőlük. Az esküvői babák is külön kategóriába tartoznak, akár csak ezek a történelmi jeleneteket ábrázoló babák. De hogy a jelenkoriak sem maradjanak ki a tárlatból, szintén értékes a mai divatnak megfelelő ipari alkotások és láthatók a kiállításon. Három kiállító érkezett hozzánk, három különleges, három más-más stílusú baba kollekcióval. Itt láthatóak a porcelánbabák. Májerné Kéki Katalin hozt el hozzánk a csodálatos porcelánbaba gyűjteményét, és megfigyelhetjük, hogy egészen a csecsemőkortól érkezett vagy készített kis babák Tól. Eljutunk a terem másik végig, ahol mennyasszonyi babák láthatók. Hozzátette a tárlat rendkívül népszerű minden korosztályban. Több százan látogatják naponta, emiatt egy héttel meghosszabbították a kiállítást. Így szeptember 30-áig nézhetik meg az érdeklődők a Városmajori Művelődési Házban.